Lezárult a Székelyudvarhelyi Kórház névadására kiírt közvéleménykutatás második fordulója is. Mint már beszámoltunk arról, első körben a kórházban és háziorvosi rendelőkben dolgozó orvosok nyilváníthatnak véleményt, hogy kiről is nevezzék el az intézményt. Akkor dr. Imre Domokos egykori sebész professzor neve győzedelmeskedett. Második körben az asszisztensek, ápolók és a kisegítő személyzet, valamint a kórház korábbi alkalmazottai is javaslatot tehettek arra, hogy kinek a nevét vegye fel az intézmény. A 684 kitöltött szavazási nyomtatványt pénteken összesítették, és az eredmény azt mutatja, hogy ezúttal több mint 400-an dr. Mátyus András orrfülgégész nevét javasolták. Lukács Antal, a kórház igazgatója elmondta, mivel a szavazást csupán közvéleménykutatás céljából hirdették meg, így a végső döntést a városi tanács hozza majd meg. Nem egy népszavazásról van szó, hanem egy olyan felmérésről, ami tulajdonképpen az igazgató tanácsot, meg az orvos társadalmat egy olyan helyzetbe hozza, hogy alátámasztott döntést tudjunk előterjeszteni az önkormányzat számára, ami tulajdonképpen szükséges mindahhoz, hogy ez kormányrendeletben megjelenjen. Adjunk egy olyan színvonalat és egy olyan fokozatot a kórháznak, ami előnyt jelent majd a túléléshez, és a további minőségi ellátásnak a fenntartásához. Főigazgató azt is elmondta, hogy mivel a kórház épületének földszintje erre alkalmas, meg szeretnék szerezni az intézmény számára a sürgősségi kórházi minősítést is, amihez viszont több dolog szükségeltetik. A sürgősségi résztegünket át kell alakítani sürgősségi egységé, ami nagyobb felületet vesz igénybe, nagyobb személyzetét és átfogóbb tevékenységi ágazatot. Ide az ehhez az épületnek az adottsága megvan. Ez esetben a sürgősség egység az állami költségvetésből kapja a finanszírozást, az egy jelentős összeg. Havi 300 ezerre tippeljük ezt az összeget, ez nagyon-nagyon szükséges. Hogy végül kiről nevezik el a kórházat, még nem tudni. Az is lehet, hogy egy védőszent nevét fogja viselni. A javaslatokról az e-havi rendes tanácsülésen döntenek majd, mely fontos lépése lesz a további tervek megvalósításának, azaz, hogy a mostani városi kórházi rang helyett a sürgősségi fokozatot szerezze meg az intézmény.